csatorna főtámogatója, nordicamoto.ru. Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon. Itt vagyok még mindig Szabadkán, várom Szabolcsot, kb. Egy fél óra is megérkezik. Addig is viszont felragasztom a szerbiás lehúzóst. Amit láttátok, vagy látjátok, minden ország, ahol voltam, kapott egy ilyen stickert. Most jön a szerb, aztán ahogy haladunk tovább az országokba, rakom fel a többit is. Nektek Robi. Ő volt a tolmácsom, segítőm, kávézóstársam, barátom, minden itt Szerbiában. Oroszul beszél, angolul beszél, magyarul beszél, szerbül beszél. És németül dadog. Németül nagyon jó dadog. Sziasztok! Itt van az emberünk, hello. Lassan indulhatunk tovább, csak előtte megszámoljuk, hogy hány bogarat hozott Szabolcs Magyarország. Hello, hello, na csapjad Szabi! Hello, come! Bam! Szia Robi, köszi minden! Bye. Na hölgyeim és uraim, újra úton! Ez az Alpás Moto Adventure, ha aki nem tudná. Úton vagyunk Szerbiából át Bosznia-Hercegovinába, Szarajevót is érintjük, és utána megnézzük az egyik legszebb nemzeti parkot Boszniában, a Bliginje, vagy Bliginje, nem tudom, hogy kell kiejteni nemzeti parkot. És mehet. És mégsem mehet. És ott fogunk egy tópartján megszállni. Mai napra van 430 kilométerünk, de a tegnapi után nem nagyon akarok mondani nagy számokat, se kicsiket sem, mert a tegnapi százal többet kellett menjek. A mindegy, együtt a csapat, úgyhogy haladás van, majd még jelentkezünk. Napon 43 fok van, árnyékban szerintem 33 biztos van, úgyhogy fázni azt nem fogunk. Szabolcs! Na, el akarjuk kerülni a pályát, de úgy látszik a GPS-ünk ő nem akarja, úgyhogy most Szabi éppen szerbül szerintem, vagy angolul, vagy nem tudom, ottentottául próbálja megbeszélni a srácsal, hogy itt most kell fizessünk, vagy nem kell fizessünk, vagy mi a helyzet, vagy hogy van, vagy mint van. Jelenleg 31 fok van, nem sok, vagy ezért nem kevés, már félrebeszélek. De ha tehetitek, ilyen fekete ruhában ne induljatok Balkán túrára, ezt tudom javasolni nektek. Na, de még van egy jó csel, hogyha itt ezeket a szellőzőket, vagy a nadrágod is egy kicsit megvizezed, akkor a menetszél sokkal jobban hűt. Na, lássuk, mi lesz Szabolcsa. Na, mégis autópálya lesz, srácok. Nem is látja, hogy most elhúzza. Ah, oké. Szóval autópályázunk egyet, 2 euró, nem a világ pénze. Legalább haladunk, ha nem meleg van. Thank you, bye bye! Szóval. Ah! No, autópályázunk, hogy haladjunk. Kicsit fújjon a szél is minket, aztán majd valahol megállunk, kifogozzuk, hogy miért akar így vinni, mikor mi nem így akarjuk. De addig is most haladósra vettük a figurát, ha valami van, majd mutatom, tartsatok velünk, bla bla bla, na bá!
Amennyiben kedvezményesen szeretnél vásárolni a nordicamoto.ru-nál motoros tartozékokat, alkatrészeket és bármi mást, semmi más nem kell tenned, csak beírd az Alpars Moto Adventure promókódot a megfelelő helyre a rendelés véglegesítésénél, és már is 5% kedvezményben részesülsz. Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Megérkeztünk Novisádba, a külső hőmérséklet 32 fok, a belső szerintem 38 lehet. Nem tudom, hogy most mik a következő pontok, amit érintenünk kell. A fő pont lesz Sarajevo, azt tudom. Mivel Szabi navigál, ezért ajánlottam ugye egy ilyen túrán azt, hogy ha mindenkinek van GPS-e, úgyis csak egy után menjetek, mert lehet, hogy az egyikben ilyen beállítás van, másikban olyan. Más főholdat néz, stb. Úgyhogy akkor csak vita lesz, vagy pedig 10 kilométerek. Mindig az első, aki előmegy, az navigálja, aztán a többivel lesz valami. Most végre kivettük azt, hogy ne vigyen autópályán, mert jó halad minden, jó a menetszél is, hűt, stb. De nem lát semmit valójában az országban, úgyhogy most ilyen kerülőutakon megyünk Sarajevóig, onnan pedig Jablanicába, ahol van a szállás, hogy egy gyönyörű tópartján, és onnan megyünk fel majd a Bivinje Nemzeti Parkba, úgyhogy szerintem érdemes velünk maradni, és érdemes feliratkozni is, hogyha eddig még nem tetted meg, hogy sajnos a nézőinknek 60%-a megnézi a videót, de nem iratkozik fel, pedig csak egy kattintás az egész. Jó kettő, hogyha a kis csengőt is be akarod rakni, hogy ne maradj le a tartalmakról, úgyhogy léci, iratkozzál fel, napá! Az ötjük a szerv határ felé, na ez most pont nem az, hanem ez a boszniai határ, és itt most cselezzük, hogy hol menjünk, mert hogy kamionok, meg minden, de szerintem hát itt fogunk menni. Szoktak ilyenkor szeretni az autósok, hát én már nem férek be. Na, fent vagyunk Bosznia-Hercegovinába, Hercegovinába. Akarok csinálni egy képet, csak nem tudom, hogy hol. Hát itt. Hát igazából most vagyunk bent Boszniába, szóval nagy izgalomba elfelejtettem, hogy a bosznyák oldalon is kérnek ezt-azt. Kértek tesztet, adtunk helyette oltásigazolást, megnézték, azt mondták, hogy minden fasza, hogy irány Sarajevo. Repű, szabad vagy! Mondom, szabad! Oh. When I
Na, hölgyek, urak, megálltunk tankolni egyet, olyan szakasz volt, kanyar. Nagyon jó volt, 26 fok van, a 33-tól lejöttünk 26-ra, még van egy olyan 40 valamennyi kilométer Szarajevóig, utána még egy csomó, és 3-4-5 van itteni idő szerint, úgyhogy bele kell húzzunk, de ami tőlünk telik, azt megtesszük. Na, most Zenszki vagyok, vagy Muski vagyok, bazzek, de egyszer Muski, lássuk. Á, itt volt piszoár, úgyhogy akkor Zenz, Muski, Maszó. Álltok félre, mert jöttem. Nézzétek meg ezt a tájat, egy az egy olyan, mint Svédországban, aki már járt ott az, annak nem tér, magyarázza, aki pedig nem, az nézze meg neten, vagy valahol pont ilyen, ezekkel a luszfenyőkkel, meg ezekkel a virágos ilyen tavakkal, dombfoltokkal, hegyfoltokkal, nagyon komoly. Én éltem Svédországban 4 évet, imádtam a természet, egy gyönyörű szép volt. Ez is nagyon-nagyon hasonlít hozzá. A környékünkön még a fenyőkúti vagy pálpataki tőzegláp hasonlít erre, oda érdemes elmenni, mert nagyon vagány az a hely is. Tehát olyan a növényzet, ez a mohós, lápos, stb. És ezek a fenyők. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly, nézzétek el, milyen szép minden. Szabolcsom, mit csinálom? Vannak azért itt hegyek, na? Nem rossz a hely. Már 29 fokban lehet lenne, bírtunk megint. Na, valahol kéne kajáljunk, de szerintem Szarajevóba fogunk enni. De azt akartam még mondani, hogy ha Albánia a Mercedesek hazája, akkor tudja, hogy Bosznia pedig a Volkswageneké, mert annyi 1-es Golf, 2-es Golf, 3-as, 4-es van, plusz egy csomó Passat, minden, hogy szerintem még a belga is innen itt letövődött a számmal, hogy tudjátok, 1-es Golf, 2-es Golf, úgy tudom én, hogy van tovább. Na, de tudjuk, itt fullban van, srácok. Ez méletlen, minden 5. autó egy 1-es Golf, vagy egy 2-es Golf, vagy egy 5-ös Golf. Ezer lakossal rendelkező balkáni város, effektív a főváros a Bosznia-Hercegovinának. Azt kell róla tudni, hogy itt költék meg Ferenc Ferdinándot, az osztrák-magyar monarchia uralkodóját, és képzeljétek el, hogy emiatt, tehát innen származtatják, hogy tört ki az első világháború. Itt letérünk. Lényeg az, hogy minden vallás megtalálható benne, vagy minden, ez mondjuk kicsit tág fogalom, de képzeljétek el, hogy vannak muzulmánok, zsidók, katolikusok, evangélikusok, blablabla, mindenféle, de úgy, hogy elindulsz egy utcán sétálva, és 50 méterenként más templommal találkozunk. Nagyon-nagyon komoly a hely. Vagy 500 évig volt török fennhatóság alatt. Úgyhogy ezért is vannak muzulmánok, meg minaretek, meg minden. Hűha! Tudom látszani, fog-e? Majd itt. Wow! Hát ez nagyon kemény. Azt a tetszik-e Szabolcska? Nem számítottam erre a látványra. Ha nem is látsz ki azon a plexin, gyere csak. Te bogaratot látsz, vagy bogarakot látsz, vagy Szarajevót? Na nézzétek meg Szarajevót. Jaj, de csúnya. Jaj, de szép.
This is Sarajevo. Ezt mondtam, ott egy ilyen templom, ott egy olyan templom, ott egy minaret, ott egy nem tudom mi, fuhú. Nagyon komoly. Komoly a hely. Itt vannak a gépek is. Bírják még szerencsére a gyűrődést. Néha az üzemanyag visszajelzőn bolondkodik, nem tudom miért van. Lehet az aksim gyenge, ugye a fene. Na de hát ez komoly. Van libegőjük is. Hát nagyon adja. 400 ezer lakosa van. Mondjuk itt nézzetek meg, ott szemből hegyen, ott a hegyen, ott, mindenhol. Plusz itt, ahol még elkanyarodtunk, még arra felé is volt. Na, most próbálunk lemenni a központba. Szabolcs jó szokásához szívennek folytában jelez, valamelyre úgy felejti. Oké! Figyorog, látom a visszatudatóba. Na, keresünk valami kajáldát, valami központszerű helyen. És innen még vagy 70 km a szállásunk, plusz még fel kell menjünk a Fizinje Nemzeti Parkba, úgyhogy van még már amit menni. 3-7 ott van idő szerint, szerencsére csak 3-6, úgyhogy nyertünk még egy órát. Na, szétnézzünk, majd haladunk tovább, még jelentkezünk. Hát ez itt, ez még nem a központ szerintem. Nézem, hogy hol állj ötted, azt a hidat ismered. Mi, te építetted 70-ben? Igen. Jó rozsdás, lefestetted volna. Nekem mondja, nem tűnye ez a város, nagyon komoly. Amúgy a Saraj, az a Saraj szóból, török szóból származik, ilyen udvar, volt ez a karaván, Saraj, meg stb. Ilyen tudszok. 1500-as években használták először Sarajevóként valamilyen pasa, nem tudom milyen levelébe, és azelőtt más neve volt, amit most nem tudok elmondani nektek, mert nem jegyeztem meg. Most valahogy keressük a központot, az előbb láttunk egy táblát, Centár, az a centrum, de hogy most itt hol van, arra fogalmam nincs. Fogalmam sincs. Hello, üdv minden Sarajevónak a központjából, megálltunk kajálni, ezt tesszük. Szabi azt teszi. Még van 80 km a szállásig, és még onnan van 25 km a Gridinje Nemzeti Parkba. Meglátjuk, hogy ma teljesítjük-e az egész távot, vagy hónap reggel korán. Egyelőre minden oké, jó idő van, minden vagány. Tartsatok velünk továbbra is. Na, csá! Na, megyünk tovább a szállásra. Minden 80 km. Na, hogy felmegyünk most a partba, azt nem hiszem, mert már 7-8 minden idő szerint. Na de, így is jó tartalmas napot, annyi, hogy későn indultunk el 11 óra jó szinte, de hónap reggel bepótoljuk azt a napot, vagyis azt a parkot igazából, na, lehet este egyet pihenünk.
Na, hölgyek, urak! Itt vagyunk Jablanicába. Itt lesz a mai szállásunk, és remélem, hogy a víz kellemes és jó, mert akarok egyet csobbanni. Nézzétek, milyen komoly ez a hely. Hát, nem tudom, aki idáig még nem járt Boszniába, az azonnal üljön fel valamire, és jöjjön el, mert eszméletlen tájak vannak. És amit a média mond, meg a hírek, meg az ilyesmi, azt meg se kell hallgatni szerintem. Jó idő van, jó meleg, gyönyörű a táj, hegyek, öblök, minden játszik, nagyon-nagyon-nagyon. Szerintem is át lehet menni? Hát, hogyne. De mely, ott a szállás valahol? Hát akkor mennyi? Hát nézzük meg, hogy jutott. Nem, bo. Azt a rohadt! Hát ez nagyon komoly. Na, itt bekomolykodjak oda valahol.